Az igazságot kereső, a lenni vagy nem lenni súlyos kétségei közt őrlődő Hamlet figuráját formálja meg Vecsei H. Miklós a Kolozsvári Állami Magyar Színházban Tompa Gábor rendezésében. A Budapesten élő színművész Erdélyt is otthonának tekinti, gyerekkorának nyarait Gyimes Felsőlokon töltötte, négy nagyszülője is Erdélyhez köti. A színész rendező szövegkönyveket és verseskötetet is ír, közben elindította az egyik legsikeresebb olvasást népszerűsítő akciót Magyarországon, a Poketet. Vecsei H. Miklóssal, Hasival beszélgetünk a csendekről, hitről, a színész felelősségéről és természetesen Hamletről. Nehéz dolga van egy riporternek, hogyha veled szeretne beszélgetni, mert egyszerűen annyi műfaja és tere van a te életednek, hogy egy-egy szeletéről is órákig tudnánk beszélgetni. Hát ott van a színház, ugye színművészként, rendezőként, dramaturgként, ott van a zene, ott van az irodalom, a költői lét, a pocketkönyvek, ott van a stalker suli csoport, illetve nem tudom, jótékonysági rendezvények, lehetőségek, és még sorolhatnánk. Közben pedig tudom, hogy te nagyon szeretsz csendben is lenni, beszélgetni Miklóssal, úgy magadban, amikor van erre időd. Van erre időd? Mikor volt utoljára vajon lehetőséged egy kicsit csendben lenni önmagaddal? Köszönöm először is a meghívást, meg hogy beszélgethetünk. Nekem viszonylag pontosan be van osztva a naptáram, bár ezt nem szeretem, szeretem valamennyi szabadságom, de mondjuk úgy, hogy este 10-től délig szabad vagyok. Tehát ott tudok lenni a testvéreimmel, szeretteimmel, barátaimmal, magammal. Ott van idő olvasásra, van idő csendekre, reggel sose sietek sehová. Tehát mindig tudom olvasással kezdeni a napot, még mielőtt a telefonhoz nyúlnék, vagy mielőtt bemennék a fürdőszobába, hogy valami anyaga már legyen a napnak, valami lelkisége. És ez a sok dolog, amit említettél, ezek egymástól egyáltalán nem elválaszthatóak. Tehát miközben ezeket csinálom, legyen az egy könyvkiadónak az üzemeltetése, vagy éppen a Hamlet eljátszása itt Kolozsváron, maga a lélekben ugyanaz a munka folyik. Minket így neveltek az egyetemen, Marton László és Hegedűs D. Géza, hogy mi egyrészt színház csinálók vagyunk, kvázi nem színészek, tehát mi hiszünk a színházban, ez a hivatásunk, és a tehetségünknek, vagy a képességünknek azt az oldalát kell tenni, ami az éppen adott anyaghoz kell. Ha rendezel, rendezel, ha írsz, írsz, ha csak egy lámpát kell betenni, akkor a lámpát teszed be, és hogyha a hangot kell húzogatni, akkor azt teszed meg. A lényeg, hogy maga az anyag hasson. És ezzel párhuzamos gondolat, hogy a színház az nem este 7-től 10-ig tart, hanem ez egy életforma és egy életlátás. És amilyen igényességgel viszonyulsz a szerepedhez, olyan igényességgel kell viszonyulni a kapcsolataidhoz, meg saját magadhoz, és olyan önreflexióval. Tehát kicsit olyasmi, mint a ilyen szempontból, mint a papilét, persze nem olyan tiszta, és nem egy evangelizációs folyamat, de ott is arról van szó, hogy nagy csalódás, amikor a pap csak a mise erejéig pap. A színésznél is így van, hogy a színész az ideje más részeiben is színész, és itt nem az arról szól, hogy eljátszik valamit, ami igazából nem történik, hanem épp ez az, hogy nagyon, nagyon próbál élni, nagyon próbálja megélni azt, ami történik körülötte. Tehát valahogy így foglalnám össze ezt a sok mindent. De nemrég egy időre úgy visszavonultál a nagy közönség elől, nem adtál interjúkat, ugye magad mögött hagytad a Vígszínházat is. Minek volt ez a böjtje, vagy mit tudtál erre a csendre építeni, vagy mit tudott ebből fakadni? Megfigyeltem, hogy mire van igazából szükség, mi az az értékrés, ami hiányzik mondjuk az én generációmnak, és nem éreztem azt, hogy én nekem most véleményt kéne formálnom. Annyi hír van, annyi vélemény, annyi gondolat egymást ellen, egymást elnyomva, hogy rájöttem, hogy én igazából csak szeretnék visszavonulni a színházba, meg a szűk környezetembe, és ott rendbe rakni mindent. És amikor már úgy látom, hogy én jól vagyok, én rendben vagyok, vagy legalábbis járok egy utat, és mondjuk a párommal is így van, meg a kutyámmal is, meg a testvéreimmel, meg a szüleimmel, meg a legközelebbi barátaimmal, ha ebben már tisztán tudok és emberien részt venni, akkor talán megpróbálhatok kisebb közösségeket alkotni, vagy véleményt formálni. Meg hát az utóbbi 3000 évben olyan gondolkodók és alkotók voltak,
Jézustól Dosztojevszkijig, vagy a kortársírókig, akik melletették szerintem a humanizmus alapjait. Nem kell sokat, sőt, szerintem nem kell hozzátenni. Szerintem már megvan nagyjából minden. Nekünk csak nem szabad elengednünk szerintem az értékeket, amiket kaptunk és örököltünk. És én nekem még az filozófiám emellett, hogy sose megyek semmi ellen. Nagyon nagy kísértés szerintem, hogy az ember bemutasson éppen a regnáló kormánynak, a rosszul működő propagandáknak, azoknak a dolgoknak, amik a mérleg nyelvét felborítják. De azt hiszem, hogy minden ellen menést meg lehet fogalmazni úgy is, hogy valami mellett vagy. És talán ezeknek a gondolatoknak az eredménye, hogy nem érzem azt, hogy nekem nagyon láttatnom kéne magamat, csak épp annyira, mennyire az éppen aktuális színházi munkáink megkívánják. Igen, azt érezzük, hogy rohan el mellettünk minden, mi is próbálunk az idővel ugye harcolni. Közben egy előadásodban pedig azt mondod, hogy nem történik semmi. És ez egy annyira erős gondolatiság ugye, és értékrend, ami mögötte van, hogy te elkezdtél tenni ez ellen, és hát ugye, ha jól tudom, ebből született meg a Stalker csoport is, a Stalker suli, és a Pocket könyvek is ehhez kötődnek, ez a nem történik velünk semmi. Mit jelent ez pontosan, és mit tudtál erre ráépíteni? Szerintem az, hogy minden történik, és egyúttal semmi, ez egy generációs élmény. És Csóri Sándort idézném. Talán ő pontosabban mondja, mint ahogy én válaszolhatnék erre. Ő azt mondja, hogy vajon igazán választhat-e az ember, ha ennyi vagy tízszer ennyi dolog közül lehet választani. Nincs kristályosodási pont semmiben. Nincs mód a világot együtt és egyben látni. Pedig a szellem nem tud beletörődni az elszórt tények halmazába, ő az összefüggéseket keresi. Úgy is mondhatnám, hogy az embernek nem elég a világ, világkép kell. Szerintem ez egy nagyon erős gondolat, és én nem tudom, hogy én meg tudom-e alkotni a barátaimmal, alkotótársaimmal azt, hogy valami történjen, de néha főleg két ember kapcsolatában érezzük, hogy na most történik valami. Most ez igaz, ez most van, ez most valódi. És ezeket a valódi találkozásokat szeretném mind a színpadon megélni, mind a magánéletemben. És amikor ez nincs, akkor azt fogalmazom úgy, hogy most tulajdonképpen nincs semmi. Erős a te hited. Miben gyökerezik? Honnan jön a te háttérországod? Mi hatan vagyunk testvérek. És a szüleim szociális munkások és hívők, tehát minisztráltam egész gyerekkoromban. És amikor elváltak a szüleim, 11-12 éves koromban, az egy nagyon nagy döccenés volt, mint sok más gyereknek is. És nekem nagyon-nagyon csúnyán váltak el a szüleim, ami determinálja a mi életünket. És amikor egy ember valamire azt hiszi, hogy biztos, és ez összetörik, akkor az egész létet onnantól máshogy figyeli. Mintha az embernek egyszer megreng a bizalma, akkor már nem tud úgy bízni, mint ahogy kéne. És érdekes, hogy gyerekkoromban az Istennel való kapcsolatot valami nagy tisztaságnak képzeltem el, amiben a bűn nem fér meg az ember botladozása. És hát aztán pont a sok-sok törés döbbentett rá, hogy a bűnben, meg a nehézségekben Isten mennyire pontos és szép válaszokat ad, mind Jézuson keresztül, mind az Ószövetség által. És én ebbe hiszek. Egyszerűen hiszek abban, hogy van egy másik dimenzió, ami segít nekünk, ami reményt ad, irgalmat ad, kegyelmet ad. És nagyon szeretem mind az egyedül létemben ezt forgatgatni magamban, mind a társas kapcsolatomban. Nagyon szeretem azt, ha párommal például azt mondjuk, hogy na most milyen jól vagyunk, reméljük a jó Isten most figyel ránk, vagy ez segít nekünk, hogy ez így legyen. És szeretem például, hogy egy ilyen egyszerű, földi, halandó kapcsolatban
meg tudjuk őt idézni ilyen módon. Tehát ilyen kis apróságokat is szeretek. Nem is beszélve a színpadról, ahol például most jelen esetben a Shakespeare-nél egészen komolyak a transzcendens dimenziók és a megidézésük. A darabokon belül sok monológ ima. Sokat szólnak Istenhez. Ugye Rómeó mielőtt megissza a mérget, még fölnéz, és mond négy sort Istennek. Hát a sötét kormányos, röpítsd a szírt fokának e holtra fáradt megtévedt hajót. Te érted, Júliám, és megissza. Hit nélkül ezeket a sorokat nagyon nehéz elmondani. Szerintem, bár én még nem voltam olyan helyzetben, és ez nem azt jelenti, hogy én valami állandó Isten kapcsolatot ápolok, hanem rengeteg a botladozásom, meg a bénaságom. És nagyon sok olyan helyzet van, amikor úgy megszűnik Isten a szememben. De akkor viszont nagyon intenzív a keresésem. Szóval ez a keresés és találás együtt alkotja a hitemet. Egy helyen azt mondod, hogy szerintem egy színésznek nagyon nehéz nem igazat mondani, mert mi mindig az igazat keressük. És az jutott eszembe, hogy ez nagyon nehéz lehet, mert közben jönnek ilyen riporterek, és akkor kérdeznek mindenfélét, azt gondolván, hogy egy kicsit is ismerünk belőled, vagy ismerünk téged. És vajon tényleg őszinte lehet az ember? Tehát a problémákról, kételyekről, nehézségekről is lehet beszélni? Vagy tudsz beszélni? Te hogy érzed? Igen, lehet. Persze, ha az embert figyelik, vagy híresebb, színész, celebek, ilyen, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy mi az, ami a nagy közönségre tartozik, és mi az, ami rámer. Azt hiszem, sokszor kerülnek emberek olyan helyzetbe, és én is kerültem már, amikor azt hiszi, hogy őszinte, de közben pedig csak olyan embereknek teregeti ki a szennyesét, mondjuk, akire nem tartozik. Tehát mi alkotók vagyunk, tehát nekünk pont, hogy a színházon keresztül kell megfogalmazni ezeket a dolgokat, és nem primér. De ez egy nagyon nehéz, hogy hol vannak ennek a határai, de azt hiszem, én tudok nagyon őszinte lenni, de ez egy nagy érés volt bennem. 25-26 éves koromig, tehát még bőven egyetem után, még jellemző volt rám, hogy még nagyot mondok, szebb arcomat mutatom, jobb akarok lenni. És akkor ehhez hozzáfűződik a féltékenység, az önzőség. Ezek mind megjelentek, mind a pályámon, mind a magánéletemben. És pont az ilyen bukások és tapasztalások vezettek el oda, hogy én most már igazából nem nagyon van olyan dolog, amit nem vallanék be. Tehát szívesen beszélek, szívesen mondom. És én örülök, hogy ide így 30 éves koromra sikerült megérkezni. Köszönöm szépen én is az őszinteséget. Egyébként elkerülhetetlen ez a sztárság, nem ez a legjobb szó, de hogyha a Facebookon rákeresünk, csak a Facebookon a nevedre, akkor körülbelül 4 olyan oldal jön ki, amelyet nem te kezelsz. Tehát, hogy különböző rajongói csoportok vannak, meg nyilván sokan követik a te munkásságodat. Ebben vajon neked mi a felelősséged? Figyelnek rád, hallgatnak rád, követnek bizonyos csoportokban? Igen, a Pál utcai fiúk musical sikere, amiben én játszottam Nemecsek Ernőt, és 4 év alatt majdnem közel 300 előadást játszottunk. Ez így szoktam így barátaimnak hülyeskedni, hogyha csak annyiszor fürdöttem volna ez alatt a 4 év alatt, annyiszor megfürdettek ebbe a darabba, már az is egy egész tűrhető emberi szituáció. De a viccet félretéve, az egy minden elsőprő sikere volt annak a darabnak, és mi nem tudtuk, hogy ez lesz. Minket váratlanul ért. Bőven a színházon túlmutató sikere. Minden előadáson állva tapsolnak a nézők, és éneklik velünk. Én azt gondolom, hogy ez a siker több összetevős, de legfőképp az, hogy a Vörösingesek és a Pál utcai fiúk a végén összekarolva éneklik el, hogy mi vagyunk a Grund. Magyarországon szerintem, és lehet, hogy fogalmazhatok így, hogy Nagy Magyarországon, de Kis Magyarországon egészen biztosan. Óriási szükség van erre az üzenetre, és milliók áhítoznak arra, hogy megszűnjön a két oldal. És hogy legyenek olyan értékek, amik fölött össze tudunk kapaszkodni. Rengeteg ember. És csak ez nagyon nehéz, tehát ennek most nem volt divatja a rendszerváltás óta, hogy ezt valami bemutassa.
és ugye a felnőtt generáció már óvatoskodik, de a kamaszok lelkét nem lehet átvágni. Tehát ha ők ezt érzik, akkor az menni fog, és az hullámokat fog verni. És itt kitérnék vissza a kérdésedre, hogy igen, észrevettük, hogy nagyon nagy felelősségünk van most abban, hogy Nemecsekernőként, Boka Jánosként, akár Gerib Dezsőként, mit csinálunk? Mi nem találkozhatunk ezekkel a gyerekekkel hullarészegen, éjszaka a belvárosban, mert valami csalódást keltenénk. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy, és ebben nagyon sok kolléga nem ért egyet, ez egy összetett és érdekes kérdés és vita, hogy a színésznek a darab morájához meg kell felelni. Szerintem igen. Szerintem, ha te üzeni akarsz valamit a daraboddal, akkor azt az üzenetet neked is be kell tartani. Minden helyzetben. És ez egy nagyon-nagyon keményen elválasztja a színházi alkotókat. Persze, aki mondjuk 50 éve a pályán van, az valószínűleg annyi gyönyörűséget eljátszott már, hogyha ő minden, az élete minden napján tudna tartani magát azokhoz az értékekhez, amiket ezek a darabok üzentek, akkor ilyen angyallá magasztosulna. De tényleg nagyon, nagyon kell figyelni, hogy az a sok százezer fiatal, aki követi most ezt a színész generációt, hogy mik legyenek a közös lépések, és én óvatos vagyok ebbe. Tehát nem ezért is csinálom a pocket zsebkönyveket, hogy ne én mondjam, hanem ott vannak olyan szép irodalmi alapanyagok, amik már vizsgáztak, amiket tudjuk, hogy fontos és jó művek. Ezért jó a Stalker Suli, mert ott nem egy-egy mondat van, hanem egy egész éves képzés több tanár, több nézőpontjából. És voltak olyan, évente egyszer, vagy két évente egyszer van egy olyan esemény, amire azt érzem, hogy komolyan hozzá kell szóljak. Mert nem bírom ki, hogy ne. De én nagyon-nagyon kívánom a magyarságnak, hogy ezt a pár utcai fiúk üzenetet, ezt az összekapaszkodást erre érezzen rá a közeljövőben, mert tényleg nagy szükség van rá. Miért küzdünk, hanem egy álomért, ugye csendül fel a végén. És hát nyilván igen, Hamletként is felelősséged van, mondom én nézőként. És te azt vallod, hogy mindannyiunkban ott van Hamlet. Bennem vajon hogyan? Vagy segíts, hogy keressük, vagy te hogyan találtad meg? Tehát egy Hamlet egy több mint 400 éves anyag. 150 éves fordítása Arany Jánosnak. És a drámatörténet leghíresebb szerepe. Engem nagyon foglalkoztatott, hogy miért ez a leghíresebb. Úgy jöttem ide az alsó próbára, hogy ez a kíváncsiságom. Ismerem a darabot, láttam százszor, de tudtam, hogy a próba folyamat során fogom megérezni, hogy mi ebben a varázs. Mert amikor olvas az ember, akkor egy dimenziót ért és lát. És amikor kezdi átélni, kezd a szívében is történni az, ami a szereplővel, akkor elkezdenek kinyílni a dimenziók. És igen, erre jöttem rá, hogy ugye mi történik? Elveszít valakit. Az elvesztés által, akit nagyon szeret, az édesapját. Az elvesztés által életében először megnyílik neki a transzcendens tér. Úgyis, mint a szellem, úgyis, mint az Istenhez való beszéd. Azt mondja Hamlet a szellemmel való találkozás után, hic et ubic. Ez azt jelenti, hogy itt és mindenütt. Tehát rájön, hogy itt és mindenütt ott van az a világ, amivel neki most beszélnie kell. Van az anyjával való gyönyörű kapcsolata, és fájdalmas, és féltékeny. Van a Claudiusszal való férfi-férfi furcsa, nehéz kapcsolata. Van az Ophéliával való szerelme, az elárultatása, és aztán az elvesztése. Van a Horációval az igaz barátsága. Ezek mind olyan archetipikus helyzetek és kapcsolatok, amik minden ember életében ott vannak. Az anya, az apa, a barátnő, a legjobb barát. Tehát ha megtalálod magadban Hamletként ezeket a helyzeteket, és minden ember meg tudja találni, akkor kialakul az ő Hamletje. Tehát ahány ember, annyi Hamlet. És ha az ember komolyan és őszintén áll bele, akkor minden ember ezt végig tudja játszani. Köszönöm szépen. Akkor engedünk, hogy találd meg újra a te Hamletedet, hiszen ugye próba következik. Köszönöm szépen.